Az ápolókat ünnepelték a megyeházán. Az országgyűlés 2014-ben döntött arról, hogy február 19-én Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóján ünneplik a Magyar Ápolók napját. Kossuth Lajos húga a tábori kórházak főápolónője volt. Ilyen felelős posztot először töltöttek be a hazai ápolás történetében 1817 és 1854 között. Az ápolók az egészségügyi intézményeket alapjaiban határozzák meg, ugyanis ők azok a szakemberek, akik éjjel-nappal kapcsolatban vannak a betegekkel. Ezért fontos, hogy a társadalom is elismerje munkájukat. Közölte Nagy Géza, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház ápolási igazgatója a nyíregyházi ünnepségen. Magyarországon az ápolók megbecsülése az most kezdődött el valahol. Ugye ez látható anyagiakban is, nem csak az erkölcsi megbecsülés. Nyilván, mint ápoló és mint ezt gyakorló szakember, mindig egy kicsit elégedetlen vagyok, és többet szeretnénk. Ez valahol rendjén is van ez így, de azt gondolom, ez a folyamat, ami most elkezdődött tavaly, és folytatódik ebben az évben, és látható még a következő esztendő is, azért ez nagyon bizakodó és nagyon reménykeltő, hogy a megbecsülésünk az azért az kezd helyreállni, és talán helyén is lesz. Az ápolók munkája olyan hivatás, amelyet a civilek nagyon sokszor nem érthetnek meg, közölte Adorján Gusztáv főigazgató. A kormány anyagi megbecsülést is ígér számukra, a 4 éves folyamatos béremelési program még tavaly kezdődött el. Az elmúlt esztendőben 26%-kal emelkedett az ápolóknak a bére, ebbe az évben 12%-kal fog, és a következő 2 esztendőben pedig 8-8%-kal. Azt gondolom, hogy ilyen fokú béremelés az elmúlt évtizedekben nem volt. Ez bizonyítja azt, hogy úgy gondolom, a társadalom is egyre jobban megbecsüli az ápolókat, hisz meg is kell becsülni őket, mert nélkülük az egészségügy megáll, és nélkülük nem fog menni. A Magyar Ápolók napján országszerte kitüntetéseket is átadnak a kiemelkedő szakmai teljesítmény nyújtó dolgozóknak. Nyíregyházán összesen 25 szakember vehette át az elismerést.